9-kor indultam Kisvárdáról, és most 37 kilométernél tartom, és a mai nap olyan 65 lesz körülbelül. Összesen olyan 740 valahány kilométer Kőszegtől idáig. Hidvégi Üstös Pál sepsiszentgyörgyi születésű ultrasportoló, aki nem mindennapi teljesítményével szeretné felhívni a figyelmet a kárpátaljai helyzetre. Szerinte azzal tudunk a legtöbbet segíteni az ott élőknek, ha az idén Kárpátalján nyaralunk, túrázunk, meglátogatjuk az emlékhelyeket, színes fesztiválokat, vagy éppen vadvízi evezünk. Arra szeretném felhívni valójában a figyelmet, hogy fogjunk össze mi magyarok, és ha tehetjük, akkor menjünk nagyon sokszor át Kárpátaljára túrázni, evezni a Tiszán, a Bércekre, fesztiválokon vegyünk részt, és vigyünk szeretetet, békét a kárpátaljai magyarok számára. A hétvégén több megyei települést is érintette az Együtt Kárpátaljáért Rákóczi nyomában elnevezésű futás. Beregdarócon a megyei közgyűlés alelnöke fogadta a sportolót. Úgy gondoljuk, hogy Beregszászon, illetve a Kárpátaljai élők azzal tudunk a legnagyobbat segíteni, hogyha továbbra is átmegyünk a határon, meglátogatjuk ismerőseinket, rokonainkat, és élővé tesszük azt a közösségi kapcsolatot, amely eddig is élt itt a határ mellett. Tehát nem szabad, hogy akár a lelkünkbe is lezárjuk ezeket a határokat, úgyhogy élővé kell tenni ezt a kapcsolatot továbbra is. A vasember néhány percet pihent Beregdarócon, aztán tovább indult úti célja felé a Tiszabecsi Rákóczi megemlékezés helyszínére.